A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit október 17-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban egy portrébeszélgetésről szóló tudósítással kezdjük, majd foglalkozunk Dobszai Péter a szimfonikusok művészeti vezetőjének szerződésével, ellátogatunk az Orgona ünnepre és a Munkácsi kiállításra, végül bemutatjuk Elsimon László új kötetét. Tartsanak velünk! A Víz bajnokai címmel rendezték meg az Óbudai Egyetem Albarégia műszaki karán azt a portrébeszélgetést, aminek vendégei két olimpiai bajnok vízisport legenda, Gerge István vízilabdázó és Milák Kristóf úszó voltak. A beszélgetést András Krisztina, az egyetem munkatársa vezette. Az Óbudai Egyetem Székesfehérvári intézményében is megrendezték a Kutatók Éjszakája programsorozatot. A megnyitón Györök György az Albarégia műszaki kar dékánjaként megerősítette az egyetem folyamatos fejlődésének záloga, hogy ma már a V4 országok legjobb egyeteme az Óbudai. Cserpakovics András polgármester örömének adott hangot, hogy az egyetem sokat tesz a város imázsáért is, és megköszönte Gerge István kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázónak, a Honvéd Sportklub elnökének, és Milák Kristóf olimpiai világ- és Európa bajnok úszónak, hogy példájukkal népszerűsítik az egyetemet és a várost. A megnyitót követően a Víz bajnokai címmel András Krisztina az egyetem szakfelelőségnek moderálásával portrébeszélgetés következett az olimpiai bajnokok részvételével. Ez nem sportág specifikus kérdés, hanem teljes sportolói kérdés, és az egész sportéletben úgy meghatározó dolog az, hogy a sportoló miután elérte azt az életkort, amikor nem érzi úgy magát, ahogy előtte, nem érzi jól magát abban a közegben, ahol készül, nem érzi magát abban a sportban, ahol amire előtte 10-20 évvel ezelőtt készült, akkor neki el kell gondolkozni azon, mindenkinek, hogy majd a magánéletben, a magánszférában miként tud hatékony, hasznos szereplő lenni, és ennek tudatában kell készülnie a sport mellett, ezért gondolom fontosnak az edukatív fejlesztést, és nem mellesleg az én személyes tapasztalatom az, hogy ez is kell ahhoz, hogy legyen egy egészséges mentális állapot a sport mellett. Visszatértél, ami azt jelenti, hogy 2-5 erővel készülsz Párizsra, nyilvánvaló. Nehéz volt a visszatérés? Nem mondanám kimondott nehéznek. Megterhelőleg nyilvánvalóan az edzésen, 2,5 hónapot kihagytam. Ez fizikálisan azért érezhető nap mint nap, hétről hétre, de igyekszek minél hamarabb visszarázódni. Most nyilvánvalóan ez az időszak arról szól, hogy jobban igénybe veszem azokat a rekreációs, regenerálódós szolgáltatásokat vagy lehetőségeket, amiket a Magyar Úszó Szövetség és a Honvéd fel tud nekem ajánlani, és én örömmel élek azokkal a lehetőségekkel. Ez egy lassú kezdés, nyilvánvalóan ez a szeptemberi, ez a szezonkezdős időszak, ez általában csöndben, edzésekkel teli, nagyon egyszerű, monoton edzésmunkát kell elképzelni. Ezen kívül nagyon semmi izgalmasan nem tudok szolgálni jelenleg a felkészülésemmel kapcsolatban. Mennyire jelent meg erősítést, hogy itt meg annyi fiatal várja ezt a beszélgetést, hiszen példa vagy és példakép? Őszintén fogalmam sincs, hogy ki lesz ott, ki lesz rám kíváncsi, ki nem lesz rám kíváncsi. Nekem igazából hosszú éve ez az első úgymond kerekasztal beszélgetésem, vagy ilyen nagy termi előadásom,
amikor rám kíváncsiak és az én gondolataimra, kíváncsian várom, hogy én hogyan tudok szerepelni, és azokra a kérdésekre miként tudok válaszolni, és kielégítő válaszokat tudjak adni a kérdésekre. Gergely István, aki kettős minőségében olimpiai bajnok vízilabdázóként és a Honvéd Egyesület ügyvezető elnökeként vett részt a kerekasztal beszélgetésen, nem titkolta. Nagyon sokat számít, hogy a sportoló egy olyan jövőképet és célt tűzzön ki maga elé, ami adott esetben átsegíti a nehéz időszakokon is. Véleményem szerint nagyon fontos az, hogy a gyökereket, ahonnan indultunk, azt ne felejtsük, hisz az ad egy olyan stabilitást a jövőre nézve, sőt a jelennek is, amire támaszkodni lehet, az a tudás, azok az emlékek, azok az emberek. Tehát semmiképpen nem szabad elfelejteni azt, hogy az ember honnan származik, ha jó, ha kevésbé jó, vagy ha nehéz, a gondolatok is fűződnek a múltjához. Én, amit a saját múltamnak köszönhetek, az lényegében az, hogy ott, tehát Komáromban el tudtam kezdeni a vízilabdát. Olyan edzők foglalkoztak velem, akik nem csak szakmailag voltak képesek arra, hogy én valamilyen szinten fejlődjek, hanem benne is tartottak a rendszerben, ami nem volt egy kis kihívás, mert én rengetegszer megpróbáltam abba hagyni a vízilabdát. Szerencsére nem sikerült, köszönhető az edzőknek és az édesanyámnak természetesen, mert ők voltak azok, akik az utamon egész addig tudtak kísérni, amíg végül is úgy döntött, hogy vízilabdázni szeretnek és vízilabdázó szeretnék lenni. Ez mindaz a történet, mindaz a múlt, amire most is nagyon szívesen emlékszem vissza, és teljesen mindegy, hogy a sportról, vagy a sportvezetésről, vagy a civiletről beszélünk, ez mind a háromnak az alapját szolgáltatja, amin úgy érzem, hogy stabilan tudok állni. A múlt rendkívül fontos, viszont a jelen nem különben. Én azt gondolom, a Honvédban zajló építkezés az segít abban, hogy továbbra is az egyik élklub lehessen Budapesten, Magyarországon. Hát a Honvéd az mindig is emblematikus klubja, egyesülete volt, nem csak Budapestnek, hanem az egész magyar sportnak. Tehát ez természetesen felelősséggel is jár, hisz maga az a történelmi múlt és siker, ami az egyesületet jellemzi, az egyrészt kihívás is, hogy meg tudjunk ennek felelni a jövőben. Saját magunk elvárásának természetesen, de a közeg által támaszott elvárásnak is, hisz ez nem csak olimpiai számokban, olimpiai pontszámokban, EBVB érmekben, hanem létszámban, tehát lényegében a taglétszámban is, az ellátott és kiszolgált sportágak számában is kell, hogy tükröződjön. Jelen pillanatban 23 sportágunk van 4 telephelyen, úgyhogy szépen lassan bővülünk. Természetesen ez nagyon sok munkával jár, hisz önmagában a sportágakat menedzselni kell, az embereket menedzselni kell, ugyanígy kell menedzselni magukat, a versenyzőket is, és fenn kell tudni tartani a telephelyeket. Ez mind azért van, hogy az emberek, akik úgy döntenek, vagy azok a sportolók, akik úgy döntenek, hogy ők szeretnék megvalósítani nálunk az álmaikat, hogy őket tudjuk ebben segíteni. Mennyire jelent megerősítést, hogy egyre több sportoló választ felsőfokú intézményeket, tanulmányokat folytatva? Ez az ő szempontjukból szerintem egy kritikus pont, két ok révén is. Az egyik az, hogy természetesen ez az elején biztosan nehézségekkel jár, hiszen időt, energiát kell elszakítani, ami nem mehet az edzés rovására. Másodrészt pedig egy olyan fontos elem az ő sportolásuknak és a sportpályafutásuknak, valamint az eredményességüknek, ami ezt elő fogja segíteni. Tehát lényegében önmagában maga a fizikai edzés, vagy azok a szakmai dolgok, vagy simán sportszakági feladatok, amiket ők megtanulnak és edzéseken végre tudnak hajtani, vagy edzenek, az önmagában a fejlődéshez elég lehet, de ha valaki intellektuálisan is fejleszti magát, az biztos, hogy katalizálja azt a teljesítményt, amit amúgy a fizikai edzéseknek köszönhetően tanulnak majd. Tehát amit mondani szeretnék, az, hogy van a vas, az embernek a teste, amit lehet nagyon sokáig edzeni, de a szoftver, ami irányítja, az csak tanulással, olvasással lehet fejleszteni, és ez a kettő együtt tud nagyon erős lenni, és tud nagyon sikeres a sportoló. A szép számú közönség soraiban ott voltak a sportrajongók mellett az ifjú fehérvári sportolók és edzőik is, akik egy olyan élménnyel gazdagodhattak a két kivételes sportolói életút megismerésével, ami bizonyosan ösztönzi őket a jövőben. Dobszai Péter a Szegedi Nemzeti Színházhoz igazolt, ahol az opera tagozat és a prózai darabok zenei vezetőjeként is dolgozik majd. A hírre reagálva elmondta, természetesen továbbra is ellátja az Alba Régia Szimfonikus Zenekar művészeti vezetői teendőit. Fontos hírrel szembesülhettek a klasszikus muzsika barátai.
Az új évattól Dobszai Péter, az Albarégia Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője, vezető karmestere székesfehérvári munkája mellett a Szegedi Nemzeti Színház operatagozata, illetve a Teátrum prózai darabjainak zenei vezetői feladatait is ellátja a Tiszaparton. A döntés megszületése előtt természetesen egyeztetések folytak a városvezetés, a szimfonikus zenekar és a szegedi vezetés között, amelynek eredményeként a megállapodás szerint Dobszai Péter folytatja munkáját Fehérváron is. Nagyon megtisztelő a Szegedi Nemzeti Színház felkérése. Fontos elmondanom, hogy én a Nemzeti Színháznak a zeneigazgatója leszek, tehát nem a Szegedi Szimfonikus Zenekarnak. Ez azt jelenti, hogy a színház operatagozatának a vezetőjeként láttam munkához, és ezen kívül a prózai daraboknak is zenei vezetője leszek, vagy legalábbis valamilyen fokon felelősséggel tartozom ezeknek az előadásoknak a megvalósításáért. Azt azonban nagyon fontos elmondani, hogy a felkérést a színháznak és az Albarégia Szimfonikus Zenekar vezetőségének a nagyon szoros egyeztetésével vállaltam el. Ruf Tamás igazgató úr volt az első, akinek a véleményét kikértem e tekintetben. Természetesen az új feladat az egy nagy felelősség, és jól átgondoltam azt a helyzetet, hogy vajon nem sérül-e az Albarégia Szimfonikus Zenekarnál végzett munkám, hogyha én ezt elvállalom. Hosszas vizsgálat után arra jutottam, hogy nem, és miközben Szegeden is végig szilárdan ez volt az álláspontom, hogy Székesfehérvár az életemnek nagyon fontos részét képezi. Lényegében azt mondhatjuk, hogy én az orgonista karrieremet adtam fel a szegedi munkámért. Ez lehet, hogy kevésbé köztudott Székesfehérváron, hogy én a Dohány utcai zsinagógának és a Gazdagréti Szent Angyalok templomnak első orgonistájaként dolgoztam az elmúlt 10 évben. Ettől a két nagyon szép munkaviszonytól elbúcsúztam, bár Gazdagrétről nem teljesen, hiszen a katolikus egyház zenei szolgálat annyira része az identitásomnak, hogy néhány havonta egyszer-egyszer vendégként vissza fogok oda is térni. Fontos azt is elmondanom, hogy azt gondolom, hogy mind az Albarégia Szimfonikus Zenekarnak, mind a Szegedi Nemzeti Színháznak hasznos az, hogy én a két intézményben egyszerre vagyok jelen. Azt mondhatom, hogy a Székesfehérvár jobb karmestert nyer ezáltal, mert bár vendégkarmesterként sokat dolgoztam a Magyar Állami Operaházban, hogyha itt a városunkban újra szeretnénk indítani, már pedig újra szeretnénk indítani az opera életet, akkor a Szegeden szerzett tapasztalataim ehhez nagyon nagy segítséget fognak adni. Tehát vége a találgatásoknak, együtt marad a Ruf Tamás, Dobszai Péter, Dobri Dániel, Szabó Balázs vezető négyes, és együtt öregbítik a szimfonikusok jó hírét itthon és a határon túl. Az evangélikus templom adott otthon az első székesfehérvári orgona ünnepnek. Az első hangversenyen Kovács Szilárd és Teleki Miklós orgonaművészek és Duca Dóra énekművész tolmácsolta az orgonazene klasszikus darabjait. Három héten át városunk lesz az Orgona Muzsika központja. Az evangélikus templomban szeptember 29-e és október 13-a között három hangversennyel köszöntik az első ízben megrendezett székesfehérvári orgona ünnepet. A Cserpalkovics András polgármester, illetve a város segítségével 2019-ben elkészült hangszert három kiváló orgona művész, Kovács Szilárd Ferenc, Ruppert István és Teleki Miklós szólaltatja meg. A nagy érdeklődéssel várt pénteki első estén több évszázad muzsikája csendült fel az ötletgazda Teleki Miklós és Kovács Szilárd orgona játékával, illetve Duca Nóra énekművész közreműködésével. Ez a gondolat 2019-ben fogalmazódott meg. Akkor sikerült ezt a gyönyörű orgonát itt az evangélikus templomban befejezni, az építését ennek a hangszernek, és utána volt egy nagyon szép fogadás hátul a gyülekezeti teremben. És már emlékszem, hogy azon az alkalmon beszélgettünk arról polgármester úrral, hogy ezt az orgonát ki is kellene használni méltóképpen. Nagyon komoly hangversenyorgona, tehát nem egy átlag, úgymond templomi orgona. Nagyon sokat tud ez a hangszer. És hogy majd a következő években hangverseny sorozatokat kellene rajta rendezni. Igen, ám csak aztán jött a Covid,
körülbelül az egy két évet el is vett, akkor jött egy bizonyos rezsiválság, ami a költségvetést nagyon megnyírbálta. Tehát végül is itt három éven keresztül, noha megvolt a pozitív szándék erre az egészre, a képviselőtestületen már átment ennek a hangverseny sorozatnak a terve, akkor nem lett belőle semmi. És az idén viszont végre a jó szándék is megvolt, a lehetőségek is megvoltak, és így tudtuk létrehozni ezt az első székesfehérvári orgona ünnepet. A nyitókoncerten elhangzott darabok az orgona zene aranykorában születtek, amelyek között felcsendültek a barokk és a romantika korából származó szerzemények mellett a kortárs muzsika, illetve a vendég orgonaművész zene szerző darabjai is. Az első napon főleg régi zenét fogunk hallani, Pörszl műveit, régi magyar orgona muzsikát, de aki ide látogat hozzánk, Kovács Szilárd, ő egy zeneszerző, egyházzenész orgonaművész, kitűnő műveket ír, és saját műveit is szólaltatja meg, vagy művét is szólaltatja meg, illetve Duca Nóra opera énekesnő el is énekli majd az ő egyik Ave Máriáját. Nagyon szép, inkább azt mondanám, hogy ritkábban hallott darabokból összeállított műsor lesz ez, ki ne felejtsen, még olasz barokk is előfordul benne. A székesfehérvári koncertek szervesen illeszkednek a Teleki Miklós által létrehozott immár 10 éves Majestic Sounds hangversenysorozat eseményeihez. Színvonalas, befogadható orgona muzsikát hallgathat a közönség kiváló előadó művészek tolmácsolásában. Székesfehérváron köszönthetik majd a Munkácsi kiállítás 5 milliómodik látogatóját. Erről is beszélt Pák Imre műgyűjtő, aki vasárnap a Szent István Múzeumba érkezett. Vasárnap késő délután különleges látogatót fogadott a Szent István Király Múzeum. Pák Imre járt a Munkácsi Székesfehérváron kiállításon. A műgyűjtőt a város polgármestere Cserpalkovics András köszöntötte, az eseményen részt vett Spány Antal megyés püspök, Rót Péter alpolgármester és Fási Ádám a Munkácsi Alapítvány elnöke. A vendégeket Belényesi Károly, a múzeum szakmai igazgatója kalózolta végig a rendház épületben látható tárlatokon. Ez egy új keret, de fantasztikusan egy régi keretről másolták. Pák Imre 2009-ben azért hozta létre a Munkácsi Alapítványt, hogy minél szélesebb körben megismerjék a festőművészt és alkotásait. Az amerikai magyar üzletember az 1990-es évek eleje óta gyűjti Munkácsi alkotásait. Munkácsi Székesfehérváron, én már második alkalommal, most azonban egy sokkal nagyobb gyűjteménnyel érkezett ide az ön magángyűjteménye, és egy teljesen megújult kiállítótérbe most érkezett meg. Mi eddig a benyomása a tárlatról? Hát a múzeumnak a bejárat az fejedelmi. Ez kívülről is gyönyörű az épület, megható, de amit bent láttam, amit itt kreáltak, le a kalapa, gratulálok, akik ebben részt vettek. Ez egy fantasztikus kiállító terem, és hát remélem, hogy illő hely is a Munkácsi kiállításnak. Ami említett, valóban jó néhány évvel ezelőtt volt egy kiállítás, Munkácsi kiállítás a képeimből, de hát azóta megduplázódott a képeknek a száma, úgyhogy remélem, hogy azok is, akik már látták, újra el fognak jönni. Nagyon jók a visszajelzések, ugye több száz látogató érkezik nap mint nap ide a Szent István Király Múzeumba, hogy megtekintsék akár az ásítóinast, akár a különleges gyűjtemény darabjait. Miért kezd el az ember Munkácsit gyűjteni? Nagyon egyszerű. Két tényező volt. Egy az, hogy én is Munkácson születtem, szóval a loka patriotizmusból indult az egész, utána meg voltak a lehetőségeim. Igazából ez úgy indult el, hogy Amerikában a 90-es években megjelentek az aukcióházaknál fontos Munkácsi képek, és én úgy gondoltam, hogy veszek egyet. Hát egyet vettem. Utána megjött az étvágyam, vettem kettőt, hármat, négyet, és amikor 28 képet tettem szert, akkor elhoztam a kiállításra a képeimet a Nemzeti Galériába, és azt gondoltam, hogy hát bő három hónap után vissza
vándorolnak Amerikába, New Yorkba, a kampok ott lógtak, várták a képeket vissza, azóta is várják a képeket vissza, mert azóta nem mentek vissza, és ezek valójában soha nem fognak visszamenni, hiszen ez a 40, ha jól emlékszem, a 47. kiállítás, és ha minden igaz, akkor az 5 milliómodik látogatót valamikor ősszel vagy télen itt fogjuk fogadni. És a 47. Hát ez egy rendkívüli sorozat, és ez, ennek még végét nem is látom, megmondom az igazat, mert most már kérik másodszor is, és hát persze külföldre is fogjuk vinni. Eddig is vittük, de hát ezek után is fogjuk. Pák Imre arról is beszélt, hogy a Ballada című festmény volt az első kép, amit megvásárolt. Ez azért is érdekes egybeesés, hiszen a festményen látható szék a kiállító térben éppen a képpel szemben helyezkedik el, az ugyanis a Szent István Király Múzeum gyűjteményéből származik. Ez a műtárgy az régóta a múzeumnak a gyűjteményében van. Hát tulajdonképpen ismert volt, amikor szóba került a Munkácsi Mihály kiállítás, életmű kiállítás megrendezése, akkor gondolkodtunk azon, hogy milyen olyan székesfehérvári kötődési műtárgyakkal tudjuk ezt a kiállítást kiegészíteni, illetve felfrissíteni, ami vonzóvá teszi a székesfehérvári számára is Munkácsit, hogyha nem lenne elég vonzó önmagában Munkácsi. És így jutott eszünkbe a Budenc ház kiállítóhelyünkön lévő ott kiállított karosszékre, amit aztán a kiállítás előtt egy kicsit felfrissítettünk, restauráláson esett, tehát ugye ez egy nagyon szép, míves, bőr ülővel és hátlappal ellátott neoreneszánsz karosszék, amely most egy kis felfrissítésen esett át, és a különlegessége talán még az, hogy a látogatók nagyon hasonló székekkel találkozhatnak több fotón, illetve festményen is, ami Munkácsi műhelyében készült, és úgy gondoljuk, hogy ez a szék valószínűleg mintájához szolgálhatott a Ballada című képen található karosszéknek és az azt megelőző fotótanulmányoknak. Igen, hogyha már a festményt említettük, ehhez nagyon-nagyon hasonló széket. Így van, és merészen gondoljuk azt, egyfelől azt, hogy valószínűleg Munkácsi koptatta ezt a széket, nem azért kopott el ez valójában, mert valaki más ült volna benne, hanem ő maga, illetve modelljei. A másik érdekesség pedig éppen ez a Ballada című kép, amit éppen említettem, ami ott van mellettünk a falon, és ott egy nagyon-nagyon hasonló karakterében is, és szerkezetében is hasonló szék szerepel, ami a hitem szerint igazából ez a szék, és ennek a mintáját felhasználva festette Munkácsi azt a bizonyos alkotást. A gyűjtemény folyamatosan bővül, Pák Imre nemrég jutott hozzá egy szép és komoly alkotáshoz, ami kuriózum Munkácsi Mihály életművében. A képet Székesfehérváron fogják bemutatni az ősz folyamán. Nem akarom most így bejelenteni, mi ez a kuriózum, de ez egy valóban Munkácsi életművében ez egy kuriózum. Ez egy szép, komoly kép, nem olyan rég jutottam hozzá, és ezt itt szeretnénk bemutatni. De megvárjuk egy kis, hogy egy kicsit lehűljön, mert látom, hogy itt nagy, nagy farsangi élet történik az utcán, a főutcában, gondolom valamilyen fesztivál lehet. De eljön az ideje, az ősszel bemutatjuk. Cserpalkovics András polgármester kiemelte, hogy nagy lehetőség egy ilyen gyűjtemény érkezése, komoly város marketing értéket képvisel, hiszen ez magát Fehérvárt és a múzeumot is bemutatja. Nagyon nagy lehetőség és esély, és ronda szóval azt is mondhatnánk, hogy komoly város marketing érték. Hogyha egy ilyen gyűjtemény a városba érkezik, ráadásul hosszú hónapon keresztül elérhető, hiszen ez magát a várost és magát azt a múzeumot is jó értelme véve bemutatja, ahol egyébként elhelyezésre kerül. A Szent István Király Múzeum egy nagy hagyományokkal rendelkező múzeum és intézmény, kiváló szakemberekkel, gyönyörű gyűjteménnyel, és szerencsére egy megújult főépülettel, ami alkalmas arra, hogy gyakorlatilag a világ bármilyen gyűjteményét be tudja fogadni. És mert az Árpádház kiállításra is szerettük volna ezt megmutatni, és örülünk annak, hogy az első képzőművészeti kiállítás az pedig egy ilyen fontos és fantasztikus gyűjtemény, mint ami Munkácsi. Az pedig, hogy a gyűjtemény tulajdonosa ellátogatott ide, az pedig azt gondolom, hogy külön rang, külön megtiszteltetés.
és egy lehetőség arra, hogy itt a beszélgetés során is újabb és újabb ötletek merüljenek föl, hogy hogy lehet még érdekességet, izgalmat hozni ebbe a kiállításba is a következő hetekbe, és esetleg milyen egyéb gyűjtemény érhet majd egyszer ide Székesfehérvár. Talán az is fontos, hogy Fehérvár is tudott csatlakozni ehhez a tálathoz, hiszen van egy Munkácsihoz köthető darab a gyűjteményében az intézménynek. Igen, egy gyönyörű szék, ami megjelenik magán a festményen, ami a szék mellett található, és ami itt a kiállítás szervezése közben derült ki, hogy itt van a múzeumban. Azt hiszem, hogy ez önmagában is egy nagyon izgalmas párosítás, de izgalmas maga az egész tálat is. De elhangzott mindig a szakemberek részéről, hogy a fehér falakú Munkácsit látni ezzel a speciális fénnyel, ez önmagában is különlegesség. Úgyhogy még annak is érdemes eljönni és megnézni, aki esetleg a gyűjteményt másformán látta. Jöjjön el és nézze meg itt városunkban is. A Munkácsi Székesfehérváron kiállításon 77 alkotást látható 11 kiállító teremben, a tárlat 2024. január 14-éig látogatható a Szent István Király Múzeum rendház épületében. A Szent István Művelődési Házban mutatták be Elsimon László új kötetét, a Megőrzés kultúrája esszében a magyar kultúra és közélet számos időszakáról olvashatnak az irodalom barátai. A Szent István Művelődési Házban Bakonyi István moderálásával mutatták be Soltész Márton a Barát és Pályatár szerkesztésében Elsimon László a Megőrzés kultúrája című új kötetét. Esszében ezúttal a magyar kulturális élet sarkalatos kérdéseit vette górcső alá a szerző. A kötet érdekessége, hogy a sokat látott irodalmár, aki jelenleg a Nemzeti Múzeum főigazgatója, ezúttal a kultúra valamennyi szegmenséről nyújtott áttekintést és a maga egyedi stílusában egy gondolatébresztő értékelést. A szerző rendkívül összetett személyiség, hiszen még jól emlékszem arra, amikor a 90-es évek elején költőnek ismertük meg, az Árgus című forrad szerkesztőségében ott jelentek meg első versei, aztán másfelé vezetett az útja, a politika, a közélet elvitte másfelé, azonban ez a kötet azt hiszem, az összetettséget nagyszerűen mutatja. Meg, hiszen személyes hangú, vallomásszerű írások, képúj találhatók benne, mint a kultúrpolitikáról szóló tanulmányok. Persze az is érezhető, hogy a Nemzeti Múzeum élén álló emberről van szó, aki a múzeum kultúráját, a múzeumok történetét is megvilágítja ebben a kötetben. A kötet olvasásakor megérthetjük, hogy Elsimon László miért is erősíti meg Füst Milán után szabadon, hogy munkássága jelentős része a művészetekről való gondolkodás jegyében telik el. Rendkívül fontos számomra az a gondolatiság, ami emögött a sor mögött van. Ugye, persze nem így írta, hanem felszólító módban, tulajdonképpen önmagának is címezve. Tehát, csak olyan dolgokat van értelmet csinálnunk, ami kiállják az időpróbáját, és az a legnagyobb kihívás, hogy valójában nem fogjuk tudni azt megállapítani, hogy ez így is történik-e. Tehát a mérleget azt a végén nem mi fogjuk megvonni. Úgyhogy mégis ezzel az ellentmondással együtt kell végigküzdeni az életet. Úgyhogy próbálok olyan dolgokat csinálni, olyan dolgokat írni, olyan dolgokba részt venni, amelyek legalább a saját szűkebb szellemi, szakmai, baráti és lelki közösségem számára olyan tartalmat jelentenek, amely kiállja az időpróbáját. A kötet ajánlójában megfogalmazott Soltész Márton szerkesztői gondolata megerősíti, amit az olvasók is megélhetnek, hogy a nemzet a tudás magas, ha ez így van, a nemzeti szuverenitásunk és egyéni szabadságunk egyaránt a tudás meglétén áll vagy bukik, és ez több, mint kihívás. Ez maga a köznapi létünk alfája és omegája. Nagyon nehéz dolog eszékötetet összeállítani. Látszólag azt gondolhatná az olvasó, hogy hát írja rendszeresen az ilyen-olyan írásait, eszéit, gondolatait, alkalmi szövegeit, és akkor ebből csak úgy össze dobálja az eszékötetet. Hát nem így van. Részben azért sem, mert az ember nem írhat mindenről, és nagyon is át kell gondolni azt, hogy mit ír. Tehát eleve kevés idő van az írásra, és azt az időt szeretem intenzíven kitölteni, és olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek azt gondolom, hogy szintén időt állóak. Egy eszékötet összeállításának természetesen vannak nehézségei, már csak azért is, mert a pillanat varázsa helyett a témaválasztásban is megjelenik az idő dimenziója,
amit Schmidt Mária barátként és szakemberként is megerősített. A kultúra nagyon fontos mindannyiunk számára, hiszen a magyarság megőrzésének az áloga az, hogy a magyar kultúra fennmaradjon, és csak akkor tud fennmaradni, ha ezt a kultúrát ápoljuk, és El Simon László egész élete minden megnyilvánulása, tehetségének minden iránya ezt a célt szolgálja, akkor is, hogyha alkotóművész, akkor is, ha kultúraszervező, akkor is, ha intézményvezető, ő mindig a magyar kultúrának a gazdagodását és a gyarapodását tartja szem előtt. A kötet bemutató beszélgetéshez minden esetre fontos adalékul szolgált El Simon László gondolata, amelyet a Klebersberg Kúnóról szóló írásában olvashatunk. Az idő rövid, magyar embernek sietni kell, ne késsünk századokat. Biztos, hogy nagyon magasra teszi a mércét, magával szemben is, és néha másokkal szemben is, de az is biztos, hogy a Jóisten bőven adott neki tehetséget, és ezt a tehetséget, ezt úgy érzi, és szerintem kötelessége is kamatoztatni. Tehát minden, amivel rendelkezik, az a magyar kultúrát szolgálja, és ezt ő nagyon tudatosan csinálja, és a nap 24 órájában nem szűnik megcsinálni. Én mindig csodálom, hogy mennyi energia, mennyi munkabírás, és mennyi lelkesedés van benne, mert minden, amit csinál, az teljes erőbedobással csinálja. Nem lehet kétséges a nagyszámú érdeklődő irodalombarát, a megőrzés kultúrája jegyében született esszőkötet valóságát erősíti meg. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a következő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.